Hát egy kicsit lehetne vékonyabb. Janó Attilánné segítői már több éve rendeznek Szálkán hittantábort. 5 hitoktató és 2 önkéntes szolgálatot teljesítő gimnazista foglalkozik a fiatalokkal. Nagyon népszerű, mert februárban, amikor írom a pályázatot a Pécsi Egyházmegyéhez a tábor kapcsán, akkor körülbelül másfél nap alatt betelik a 2 hét. 20-20 gyermek van egy-egy turnusban. Szálkán a főhadi szállásunk az a plébánia épülete, a templom, illetve a közösségi ház, de van nagyon sok külsős programunk is. A gyerekek 3-szori étkezést is kapnak az egyik helyi étteremben. Hétfőn a Assisi Szent Ferencről tudhattak meg többet a fiatalok. Az ő természet és állat szeretetére épült a napjuk. Az egyik vendégházban voltunk programon délelőtt, ahol taposón, aztán petánk volt. A diákok kövön, homokon, tobozokon is áthaladtak, mely, mint Janó Attiláné mondja, gyógyító hatású. Assisi Szent Ferenc a kőre is alázattal lépett, hiszen az Isten teremtménye. Kedden pietrelcinai Szent Pióról tanultak a gyerekek, és emellett például agyagoztak is. Voltunk egyszer a templomba, és egy nagyon jó étteremben vagyunk. Ott nagyon finom volt a kaja. Hát, most agyagoztam. Nagyon jó volt. A gyerekek a hétfői és a keddi napot is élvezték. Nagyon sok játékot játszottunk, különféle ilyen, ilyen téma alapján, hogy a földnek, hogy mit tegyünk jó, hogy a szemeket összeszedjük, a műanyagot külön tegyük, újra hasznosítjuk. Az agyagozást Fúz György egyetemi tanár, szobrászművész tartotta. Az agyagozás az egy alap dolog, szerintem mindenkinek meg kell ismerkedni vele. Ennek az a tulajdonsága az agyagnak szerencsére, hogy és azért indítja be a gondolatokat, mert nem tartalmazza soha eredeti formáját, hanem mindig valami képlékeny és változik és minden, és ezért nagyon jó a gyerekeknél a ilyen kreativitás, a gondolkodás fejlesztésében. Úgyhogy aki először ismerkedik, persze aznak még lehet, hogy újdonság, de azt mondom, hogy nagyon szépeket csináltak a gyerekek. Janó Attiláné megköszönte Petkó Tamás plébánosnak, Szálka polgármesterének, valamint a helyi vállalkozásoknak és civileknek is a segítséget. A fiatalok a tábor hátralévő napjain többek között kipróbálnak egy katonai akadálypályát és a tékvandót is, valamint táborzáró szentmisén vesznek részt.